körülbelül fél óra múlva indulok el a Rainbow Six Siege SteelSeries Media Bajnokság nevezetű rendezvényre, és gondoltam, hogy összerobok nektek egy ilyen kisebb vlogot, így előtte, meg így közben, meg így utána. Jelen pillanatban az a terv, az fog történni, hogy megzabálom az ebédemet kenyérrel, iszok hozzá egy kis szörpöt, ezen kívül pedig miután ezzel meg vagyok, levarott valam ezt a mocskot a fejemre, meg utána hajat mosok, se meg fodrászhoz. Nagyon jól esett, borzalmasan tele vagyok. Most zenét hallgatok. Veorát egyébként, borzasztó jó, nagyon sok videóban lesz majd. Ratválkozáson nagyjából egyébként meg is vagyok. És... Ja, meg is van. Most jöhet egy nagyon tuki kis hajmosás. Aztán... zúzunk fodrászhoz. El kellett arra eszmélnem, hogy nincs időm elmenni már fodrászhoz. Így... amondó voltam, hogy igazából akkor már csak az itthoni program az annyi, hogy felveszek valamit, és nem sokára el is indulok. Jaj, ne elhagytam a napszemegemet. Elhagytam talán Győrben a napszemegemet. És nincs napszemegem, bár igazából annyira nap sincsen. Mindegy, fehér hosszújút választottam, két indokból. Egy, szeretem a fehér színt, kettő, szeretem a hosszújút. Három pedig, kapunk egy meszt, és szerintem kicsit azért hűvös lesz kint, és pulcsit annyira nincsen kedvem vinni, szóval viszek egy kabátot, meg viszem ezt, és erre, hogyha felveszem a meszt, akkor azt szerintem annyira nem néz ki gázol, hogyha itt az ujjánál kicsit hosszabb, és egyébként meg akkor rajtam lesz a mez is, meg ha még nagyon fázok, akkor fel tudok venni egy kabátot. Hajmat meg így, rendben, raktam valahogy, annyira nem lett jó, teljesen mindegy, ez egy média rendezvény, itt nézhet ki az ember szarul. Na, nem sokára indulunk, és akkor király lesz. Elindulás van, és várom, már rohadtul ott lennék, még jó vagyok időben bőven, de már ott lennék, már játszanék, nem tudom, ezt most nagyon várom, na. Meg lettünk érkezve, ráadásul úgy, hogy egyébként 15 óra 39 van, mert szerintem még bőven időben is vagyunk. Én is indulok egyébként befele, és találkozok jó páratokkal, remélem, és megkapom végre a mezemet. Olyan régóta vágyok már egy olyan rendes mezre, mint egy profi játékosnak, annak ellenére, hogy nem vagyok profi játékos, sőt, mint az állat. Jaj. Na. Azt kéne először megtalálni, hogy egy, itt szabad állni, de szerintem szabad. Kettő, hogy milyen kerületben vagyunk, mert olyan kerületben kell venni a parkolóra. Yeah. Look at this sex man. Look at my horse, my horse is amazing. Na, közben ide erre felve sétáltak az öreg paplovagék, én megjövök az utcának a végére, mert itt van egyébként az automatika, parkoló automatika, 30-86-os zóna, jó, zóna kiválasztása, mehet. Nem tudom egyébként, hogy meddig kell ilyenkor fizetni, de hogyha jól tudom, akkor 4 óra után szól, 265 per óra, te jó ég, plusz 99 tranzakciós díj, fantasztikus. Na jó van, lassan menjünk be, a gép be van zárva, paplovag ott van. Srácokkal, akikkel nem tudom, hogy mutathatom, ezért nem fogom őket mutatni. Are you ready? Yeah! Na, zúzzunk? Zúzzunk, let's get wrecked. Let's get wrecked. A srácok, akik... Hogy tudunk bemenni egyébként itt? Nem, ott egyenesen szembe. Vezes.
Én vezetlek. A srácok, akik nem tudom, hogy mutathatom-e őket. A srácok, akiknek a 70% a lány. Hát jó, hát nekem a srácok is lányok, ezt a nézőim egyébként tudhatják. Mert én hivatalosan is elneveztem a nézőket, srácoknak. Azt láttam azt a videót, akkor, és így, akkor képbe vagyok, csak félig. Jöttek a lány kommentek, és a lányokkal mi van? A nézők a srácok, érted? Nem az, hogy lánynézők a srácok, ez hanem... Ez egy új faj, túllépünk egyszerűen a nemiségen és az emberi korlátokon! Végre! Így született, engedjétek el. Én kamerázom magam az utcán, ő meg női hangokat ad ki. Melyik a kellemetlenebb? Merülhet. Azt a kélimétlén, amikor majd élvelünk téged Rainbow Six-be. Esélyetek nincsen. Az a legnagyobb bajotok, hogy nincsen esélyetek. Még kihúzod az egereket előre tőlünk? Igen, talán akkor több esélyetek lenne, de nem. Na, mikor legutoljára itt voltam, ja, akkor igen, itt kellett bemenni. Igen, és szerintem egyébként az éve volt, amit utoljára, és nem így nézesz ki. Nem, akkor még az egész egy játszótér volt. Igen. Aha. Én csak annyira emlékszem erre az egy favódéra, semmi másra. De lehet, hogy keverem egy másik lézeres helyen. Fogalma nincsen. Ide kell bemenni. Azóta kihaltak a dinoszauruson. Az így van. Open the door, bit is there. Hölgyeim, uhaim. Uham. Egy kis foncia, ahol. Itt van az a csapattársunk, aki az egészet el fogja rontani, és aki miatt ki fogunk kapni a rákba. Mutatom, ő az a csapattárs. Nem is igaz. Ő az. Csak gyakoroltam legalább másfél óra tegnap. Ó, bocs. De azért pólóban látom, sikerült. Ja, igen, igen. Bocs, ebbe dolgoztam. Semmi gond. Itt vannak a piszik. Szigorúan, fú, ez talán rivál? Nem, sensei. Ilyenem van otthon, csak vezeték nélkülibe. Ez pedig, nem tudom melyik billentyűzet. És LG monitorokon fogjuk tolni. Ők a PC-k. Pizda. Pizda. Egy ilyet hol lehet szerezni amúgy? Nem tudom. Nyersz. Nyerni kell. Hát persze, muszáj leszek. Jó. Always reload. Azaz. Mutatom a vesztes meszt. Várjál, rossz fele áll a kamera. Jó. Marci, Marci, Marci. Úgy megkarmoltam az arcomat. Nagyon szép. Jó, a szemem még megmaradt. Meg, tényleg meg. Ó, Pablo. Kamerával vagyok. Hol a látszi? Látsz-e? Uraim, köszi. Ez benn maradt? Halihó! Come! Mit is that? Mert már kint voltam konkrétan. Meg vagy, hol fog videózni, hallod? A csúszdán. Nem a csúszdán, a csúszdás... Csúszdán! Hello! Bujék az, hát az már messze van, mester. Hol vagy, László? Mi? Elbújsz? Félsz, mi? Fosol, mi? Na itt jó a fény. Megyünk, mint két fiú a kamerát. Ez így van. Na jó, Laci. Tényleg jó. Te tartsd nekem, légy szíves. Így jó, elég magad? Lejjebb. Még egy kicsi hátrám. Még, hátrám, még, még. Most a pac, az a... te amúgy tényleg nem láttam. Nem láttam, hogy izé van? Nem. Nem, mert izé, túl messze volt. Na így egy kicsit könnyebb, igen. Csak itt elgyed a fejedre, de különben jó a fény itt. Mutatom! A pólót! Imádom. Egyszer meg vagyok érte bolondulva. Hát ez... Sissi Rizzo, Rainbow Six-o. Na gyerekek, megvan az elkövetkezendő 5 évre a pólóm. Itt van mögöttem Laci. Szerbusz Laci, bemutatlak a... Sziasztok. Kedves... Még nem tudom, hogy Geekbox néző vagy Good Life nézőknek. Persze, Geekbox néző vagyok, de a Good Life-ot is szoktam nézni néha. De nem az, hanem hogy kinek mutatlak be, nem tudom. Imádom, hogy egyébként tényleg meg akarom mutatni a hátadat, és megfordul. Na, itt vagyunk a Rainbow Six Siege SteelSeries média bajnokságon. A győztes csapatmezében. A győztes csapatmezében. Még a verseny előtt. Ez így van. És amondó vagyok, hogy már láttak minden gépet, mindjárt videózunk egyet Lacinak is, Keverian sokára érkezik, Zsolti már itt van. És a mi csapatunkban még Sirius hiányzik. Igen, még Sirius, azt mondta, hogy itt lesz egy, még egy 5 perc. Így van.
azt a kurva. És a Magyarország egyik feltörekvő streamele, az a kemény. Az a kemény. Részvét. Nem mondod, hogy megkerült. Nem mondod, hogy megkerült ez a majom. Hello. Aliho. Ki? Te. Én? Igen, hozzád jött. Nagy tapsot, akkor tudtam. Itt a nagy visszabűnök! Sziasztok, mi vagyunk a Games Girls. Miért nem ez lett a nevünk? Nem mindegy, ki a Tesla jelölt? Nem azért, de te voltál a névvédő állatból. Jó, minden nem voltál, te voltál, aki folyamatosan. Ez nem jó név. Ez nem jó név. Mutatom, mutatom az embert. Mi? És jó lett a nevünk? Jó lett a nevünk? Jó lett a nevünk? Jó lett a nevünk? Ez nem jó név. Ez nem jó név. De most meg ide jön. Jó, ne, állj, állj. Én mindenre azt mondtam, hogy nem jó név, ők még nem mondtak semmit a neveimre. Igen, és akkor... Semmit, de így, egy válasz nem érkezett. Idejön... És még én vagyok a vétózó. Idejövünk, és ez volt az első mondata. Miért nem ez lett a nevünk? Ez néz ki, hogy a lányok ellen fogunk játszani az első meccsünket. És busz, Sirius. Én már belenyugodtam, hogy ez mindegy. Sirius alig játszott a játékra, közben nekünk építik egyébként a gépeket. Ott vannak az arcok, közben álltunk, meg Sirius haja. És közben lépünk be. Ő lesz az enyém? Az enyém meg be van állítva a nevem, csak nem fókuszál rá. Még az, akkor én leszek középen. Jönni a Laci. Jaj, megint beülték középre. Nem megint, most ide ültettek. Most ide ültettek. Volt egy másik rendezvény, a szintúr középen ültünk, hogy Sirius azok. Jani. Megvan. Az jó. Jó, menjünk. Oké, hozzuk le nagyon gyorsan, mert pisilnem kell. Nem gyorsan, van 3 perc. Jó, guggolva, mint a profik. Persze, guggolva. Kik mennek fönncső? Ó, maszkál rotottam. Hagyja Zsolti töröm. Jajjá. Dobom a gránátot, mert... Még élek? Mert... Menjem! Miért nem tudsz egy Zsolti? Ja, nem hallottalak. Sirius, szedjél föl! Jó, de lőnek el, kösz. Szedjél föl! Szedek. Köszönök, ott van alattatok egy... Laci, balra! Megvan, ott van a másik Sirius, lőd le, menj ki! Laci, neked balra! Nem, le! Balra, szembe! Laci, szembe! Szembe? Oké, látom, hol van, melyik szobában? Lent van, srácok! Sirius veled szembe, Laci! Menj le! Tegelem! Ott van, be van tegelve! Benn a sarokba! Benn a sarokba ül! Ez nagyon jó! Endre! Barátok vagyunk! Ez nagyon jó! Jó, én viszek egy P90-et, ezt ismerem a cségóból. Ugyanúgy az utolsó a karbonit, az a legjobb. Karbin? Igen. Jó, oké, azt hiszem. Oké, mondjátok, hogy csináljak. Mit csináljuk? Halad, amit tudsz. Falasz. Oda mész egy falhoz és F, tök mindegy. Tudom, hogy ez falasz, de így lesz. Amelyiket megtalálod, baszod. Mindent falasszál. Jó, elfalasztam valamit. Falasz el mindent. Belőttek az ajtót. Vigyázz, van szok, volt egy. Egy hites. Egy megvan. Áll előtt. Jó, egy megvan, kettő megvan! Van még itt! Ahogy akkor már nem tudom, van még itt! Ne lőj engem, bassz meg, ezt te vagy én! Most!
Hogy a lejárónál van egy ügyelet? Jó, egy van, itt van, egy van fönt, egy van fönt, Sidon, itt van fönt, fönt fog jönni a lépcsőről. Tudok, hogyha lemegy, tudok, hogyha lemegy Sidon lépcsőm. Hogy jöttem meg? Úgy sem mehetem. Ott van fönt, ott van fönt, gyerekek. Tegeltem. Tegelve van. Jó, majd lejön. Védetek, majd lejön. Hagyjátok, majd lejön. Most jön be. Tét. Menjünk meg, Sirius, letelefonozz, tedd el azt a... Megyek lent a garázsba. Jó, megyek föl, megyek a kicsőmbe, vagy a gyerekszobába. Én bejöttem az ajtón, amit találok. Jó, de várjál, mert nem találok be a házba, várjál! Hát, igazából nagyon ügyesek voltak a lányok, lőttek is minket, tehát látszik, hogy ebben a játékban igazából a nyúlapárt is a játékosok is tudnak fegelni. Ez kiderülni, hogy 3000 órát ültek bele csak emiatt a mes miatt, és most nagyon szinte rektet voltanak, hogy túl pöttös játék. Igen, tuti rá így van. Igen, de nem a lányok, a lányok. Ja, igen, és mindenki ugyan lát semmit az égvilágon. Nem értem, hogy rajta olyan lényegét, mindegy szerint. Na jó, akkor jó volt. És nyert. 4-0-ra. És most lézerharcozunk egyet. Jó kis régi 3 éves dolog. Tényleg? Hogy? De milyen néven? Kid Reaper. Még a Excelsiorra. De durva. Na, így már emlékszem, mire ezt mondod. Na, srácok, Kaveri, inkább téged kérdezlek, mert az én csatornámra megy ki, ahol te vagy inkább elfogadott, meg Levi, hogyha más laposan pizzát rendelünk, akkor azt leszvineljük általában. Mit csináltunk? Lézertegeztünk, Marci. Én életemben először. Én másodszor, be kell valami másodszor. Tehát már te rutinos voltál. Az, persze. A lányok ellen játszottunk egyébként. Queens of Game. Te ellenük játszottunk. Nagyon ügyesek voltak, mert hogy egyébként 19 pont különbséggel, nem tudom miért így mondtam, vertük meg őket. Nagyon ügyesek voltak. Hát tényleg, tehát hogy szó nem érheti a ház elejét. Épp hogy ezzel majdnem tudtak szépíteni, de sajnos nem sikerült nekik. Viszont nem is volt túl fair, mert mi olyanokat csináltunk, hogy fegyeszékből így kilövöltözünk. Jó, hát voltak persze. De egyébként jó volt, leizzadtunk, szóval most konkrétan az autóhoz megyünk bedezaradozni magunkat. Hát nagyjából igen. Leizzadtunk, de egyébként egy borzalmasan izgalmas és szörnyen jó meccs volt. És GGVP, a lányok közül volt egyébként a legtöbb... Nem kell, a lányok között volt egyébként a legtöbb freget szerzett... legtöbb hitet szerzett egyén, mert ott a Réka Erka, talán? Erka, igen. Van egy tippom, hogy Réka, ő mondta, hogy egyébként ő rengetegszer lézer harcozik. És a megnézted egyébként... Hát 60... de rutinos volt, kipikelt, néha rohantam, kaptam a fejet, egy hit fejet. Hogy... Always Coca-Cola. Az, kösz, ezt kivágom. Szóval, hogy... ja. Nem fizetett reklámhirdetésünket, nem látták, mert akar, ez ki lett vágva. A csaj 360-at lőtt ki egyébként a tárjából, és ebből egyébként a hölgy, és 65-öt talált.
Szóval, hogy minél többet lősz ki, annál több egyébként az esélyt. Ez egyik lézerhasz taktik, hogy lőjél. Én egyébként limitálnám a lőszer, talán. És tudod, mit íratnék még ki? Hogy hány freged van a másik oldalán? Mert ez úgy működik, aki még nem csinált, hogy van egy ilyen fegyver, aránylag elég élethű, eltámaszt, minden, és van rajta egy panel, hogy mennyi életed van, és amikor lősz, mutatja, hogy mennyi lőszer, és újra kell tárazni. Tehát gyakorlatilag ilyen 60 valamennyi van benne, igen. Tehát ilyen kifogyhatatlan. Jó, te lehet, hogy ilyen, tehát igen. Előtte, mint az állam. Igen, tehát egy marcist atyán tudod így. És nekem fogyott el egy lábam. Hitrét, és így kilövött. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, le kell nyomni ezt a videót. Annyira nyomj! Csak én a másik problémával tudom, hogy ez a vakú, ez annyira jó volt, Laci, köszönöm szépen, László, ez meg a saját. Szóval innen üdvözölnénk Game Geek Lacit, aki flash-t dobott most gyakorlatilag a kamerát. Nem láttuk szart se, menjünk, szevasztok. Igen, mert a kamerának az autók van most esélyt. Marci! Na! Ajj! Drónokat figyeljétek! Nézd a lépcsőt a drónok miatt! Te fölfre az emeletre! A két rossz rosszati mennyit? Srácok, hallani? Hallani, nem láttam mennyit még rossz rosszatot. Még egyet sem. Bejött egy rossz. Hozzám. Betártás az ajtót, amit közül robbantatok. Ó, van szívünk, gyere majd le. Megyek. Ezt bezárod még? Nem kell? Mit csináltál? Tudom zárni? Be, az betudod. Kettő van, három van kint. Á, jó, hát ez nem sokat segít. Hol érdemes mennem? Ott mennek fönt. Egy megy ott fönt. Zsolti a rész feledről. Nézem a kamerát. Nagyon szép. Nézem a többét kamerával. Honnan jönnek? Honnan tudom, nem tudom. Nagyon szép. Föntről. Egy szinten följebb leszednek. Nézzétek a kamerát! Akik haltak! Nagyon szép! Mi volt? Nálam robbantottak! Gumi nem van! Hú, oké. Gyertek vére, üres srácok. Előttek. Szép! Jó, még kettő van. Ne örülj. Nem baj, nem baj. Hajrá, Zsolti! Még egy van! Megvan! Öregeim, az meg! Na még egy kör! Egy utolsó! Jaj, én ilyet tudok! Basszus! Ilyet tudok! Ilyet tudok! Na jó, beszarok! Én a B-nél vagyok! Nem van szájkám! Hol van? Az A-nál volt, nem? Igen.
Szóval, elhoztuk a díjat, a fődíjat, megnyertük a Belgium ellen. Az megvan, hogy Rainbow Six Siege egy meccset, egy mérkőzés se vesztett. És figyelj, egy mérkőzés se vesztettük és nem kaptunk van egy boríték, nézzük meg, hogy mi a boríték. Nézzük meg, hogy mi van benne, reméljük, hogy nem merül le. Rainbow Six Siege, bajnokság minden első helyezett díja, egy élménylövészet az egész csapat számára. Yeah. Wow! Köszönjük szépen! Zsoltinak, Gabrinek, Siriusnak. Azt hittem kihalt. És itt van mindenki. Köszönjük szépen a figyelmeteket, srácok, ez a vlog, ez ennyi lett mára. Megnyertük végül, itt van a díj nálunk, amiről a Facebook oldalon, mind a Geekbox, mint pedig az én Facebook oldalon, olvashatok részletesebben. Megnyertünk, óriásiak voltunk, nagyon jók voltunk. Köszönjük szépen, közben itt éppként kaptunk egy táskát is tele cuccokkal. Táska, tele van táskával. Nem vagyok benne, wow. Biztos, hogy el vannak. Még egyszer köszönjük szépen a figyelmet. Nagyon király volt, köszönjük a szurkolást mindenkinek. Erőhez a kélimétlén, amikor majd élvelkünk téged Rainbow Six-be. Erőhez a kélimétlén, amikor majd élvelkünk téged.